Sziasztok! Rég volt kávévlog, csak ilyen kis helyzetjelentés szinten. Igazából azért nem csinálok túl sok kávévlogot, mert mostanában szeretem a kávét bevinni magammal az ágyba, és akkor egy kicsit újságot olvasgatva, ébredezve kávézgatni. Ezt most a pécsi Vazarellis bögréből isszuk ma a kávét. Szombat van, amikor felveszem a videót, de szerintem fel is fog ma kerülni. Hát, tényleg csak ilyen kis helyzet jelentő. Az az érdekes, képzeljétek el, hogy amióta itt lakom, minden nap fölébredek ilyen 6 óra körül, 5-50, 6 óra ilyesmi. Volt már olyan, hogy 5:30, akármikor fekszem le. Nem tudom, hogy ez mitől van. Nincsenek, pedig nem hallok olyan zajokat, vagy bármit, ami miatt így korábban ébrednék. Bár az is igaz, hogy ugye Dunakeszin spaletta volt az én, és azt általában éjszakára becsuktam, tehát nekem addig tartott az éjszaka, amíg a spalettát ki nem nyitottam, és itt meg ugye valamennyire, bár nem olyan nagyon világos ez a hely, de ugye valamennyire kivilágosodik, és ugye 5:30-6 felé már világos van, és akkor lehet, hogy ezért történik az, hogy ilyenkor felébredek. Ugye amúgy is az a tapasztalat, hogy télen aluszékonyabb vagyok, ez így hosszú évek, most már évtizedek tapasztalata, úgyhogy lehet, hogy most ugye jön a nyár, jön a jó idő, jönnek a hosszú nappalok, aztán lehet, hogy most nem leszek ennyire aluszékony, majd kíváncsi leszek, hogy ugyanitt, hogy fog ez zajlani télen. Na, aztán amúgy nincs különösebb újság, csak hát itt tényleg csak így a helyzetről tudok beszámolni. Ugye most a héten kétszer is ilyen spontán program adódott, és így nem sokat voltam itthon. Ugye csütörtökön belefutottam a kutyapártos füves tüntetésbe, és akkor ott ragadtam, ugye sörözgettem, hát egy kicsit be is csicsentettem a végére, mert hogy én a végére értem oda, már ugye, vagy hát nem tudom, a közepe vége, ugye a tüntetés részének, az mondjuk nem volt annyira érdekes, aztán utána meg ugye voltak ilyen kis zenélések, koncertek, slammelés, vagy nem is tudom ezt, hogy mondják, úgyhogy jó volt, és akkor ott leragadtam, mert ugye ez félig meddig nem csak tüntetés, hanem ilyen kulturális program is volt. Hát nem tudom, a Druszám írta, hogy megnézte élőben, mert hogy streamelték, és hogy állítólag ilyen nagyon kormányellenes hangulat volt, hát én nem hallottam orbánozást, meg ilyeneket, hát kritikák hangzottak el, de én nem tartottam ezt kifejezetten annak. Az a G-Rass nevű rapper srác a végén, ő ugye nagyon sokat sztorizott, meg mit tudom én, ő lehet, hogy ő rá gondolt, vagy nem tudom, hogy ő ugye nagyon ilyen nagyon ellenzéki beállítottságú. Persze az egész kutyapárt is az, tehát nem tudom, de hát ez szerintem inkább a fűről szólt ez a történet. A fene tudja. Hát ugye ugyanazt látjuk, nem biztos, hogy ugyanaz a benyomásunk róla. Hát ez ilyen ez a dolog. Én jól éreztem magamat, tehát annyi, hogy egyedül voltam, úgyhogy ott nem ismerek senkit, ugye. Úgyhogy, de hát elsörözgettem. Először a Dohiba vettem sört, aztán meg leültem ott a Pointerbe, aztán kikértem egy literes sört azzal a izével, azt talán láttátok is a videót, nem is tudom, hogy arról. Azt még nem tettem ki azt a videót. Vagy kitettem? Shortba kitettem? Nem tudom, nem emlékszem. Azt tudom, hogy vettem föl valamit. Úgyhogy ez volt tegnap, meg ugye Alex-szel futottunk össze. És akkor így ilyen spontán dolog volt ez is tulajdonképpen, tehát nem volt így előre tervezve. Úgyhogy de most már az itthoni feladatokra kell koncentrálnom, mert rövid úton itt van a irodafelújítás ideje, amikor haza kell jönni home office-ba, és nekem meg még nincs íróasztalom. Hát a netbe van kötve, a hátul még nem próbáltam le, hogy jó-e hátul a dugaj, vagy mi az, ez a internetkábel dugaj. De hát addig utána kell járni nagyon gyorsan, hogy
milyen íróasztalt érdemes venni, ami kényelmes, amin szépen elfér az iroda, meg a stúdió, és addig még nagyon sokat kell ott pakolni, mert hogy egyébként, hát egy pillanatra megmutatom, a konyhában már úgy kezdenek normalizálódni, itt már csökkennek a dobozok, de még nincs rendesen elpakolva, hát látjátok például ott a vitrines vagy üveges szekrény is üres, tehát még nincs rendesen elpakolva, de már ki van a dobozok nagy része pakolva, de azért még van mit csinálni itt is, viszont hát a szobában ez az ős káosz uralkodik, úgyhogy itt ugye annyi volt pakolva, hogy amikor a lomtalanítás volt, na hol van a kapcsoló? Ja, itt van. Tehát, hogy amikor a lomtalanítás volt, akkor ugye kipakoltam azokat a bőröndöket, átraktam ilyen papírdobozokba, ugye amik kiürültek papírdobozok a konyhába, meg volt egy pár üres is, amit beszereztem, és azt átpakoltam papírdobozokba. Hát ezt kell majd folytatni, mert ugye ott a sarokban, ahol az a olajradiátor van, ami már nincs használatban, mert most már jó idő van, vége a fűtési szezonnak. Itt óriási nagy helyet kell csinálni, egyrészt, hogy hátra lehessen menni, másrészt, hogy oda beférjen az íróasztal, és akkor hát itt ezt így összébb és rendezettebb formába kell hozni, hát majd a hol van? Nem látszik. Majd a polcokat föl kell állítani, meg ilyen feladatok vannak. Úgyhogy nem egyszerű az élet itt Rikárinál, van tennivaló, meg fizetnivaló is. Ugye elgondolom az íróasztal se lesz olyan nagyon olcsó, de hát az is lehet, hogy használtan szerzek be. Igazából olyasmit lenne jó, mint amilyen a Schenkernél volt, az ilyen hát ilyen elalakú, de azért felőli az ilyen ívelt, tehát nem így szögletesen kanyarodott be, hanem ilyen ívelt volt, és rohadt nagy volt. Úgy volt, hogy oldalt volt a gép, és akkor magam elé ki tudtam teregetni a dokumentumokat, ugye a munkához, amit ott végeztem. Itthon pedig azért kell, mert itt is ugye a videóvágós gép, el kell, hogy férjen a céges, hogyha home office-ban dolgozom. Úgyhogy jó lenne jó nagy íróasztal, meg olyan, aminek a magassága megfelelő, de lehet, hogy olyat veszek, ami állítható. Bár mondjuk az a nagyon nagy, az valószínűleg nem állítható. Amilyenek most vannak a cégnél, azok azt hiszem talán állíthatóak, de nem vagyok benne biztos. Hát majd megnézzük, utána járunk, hogy hol lehet ilyeneket beszerezni. És igazából úgy lenne jó, hogyha ki is hoznák, tehát a használtal az a izé, hogy akkor még külön fuvart kell szerezni, mondjuk attól függ, hogy honnan veszem, mert például egyszer volt, hogy a hűtő lecserélése kapcsán, hogy például Danitól, amikor ő költözött, vagy ingyen, vagy fillérekért megkaptam volna a hűtőt, de hát ugye Herláékat fölhívtam a fuvarért, és ugye többbe került volna a fuvar, mint a izért. Nem azért, mert drágán dolgoznak, hanem azért, mert egy tételért külön ki kell állni. Tehát igazából, és alacsony értékű egy öreg használt hűtőnél, ugye ez nem éri meg a fuvart kifizetni. És ugyanez van a bútornál is, hogy egy nem túl értékes használt bútornál, hogyha többe van a fuvar, meg az izért, annyiból már az ember lehet, hogy megveszi az újat. Úgyhogy azért nem biztos, hogy megéri, hát ennek majd utána kell nézni. Persze a használt akkor jó, hogyha olyat tudok kapni használtan, ami véglegesen jó, és jó állapotban van, és nem kell utána lecserélni. De hát hogyha nem lesz elég időm utána járni, akkor kénytelen leszek egy ilyen valamilyet, ami kihúzza nekem egy darabig, aztán majd később lecserélem. Mert ugye most megint határidőre meg kell ezt csinálni, hát nem jön nagyon jól ez a céges költözködés, de hát ez van. Sosincs vége ennek a rumlinak, meg ezének. Ezzel fogok itt hétvégén foglalatoskodni. Ott meg föl a teja,
mostában teázgatni szoktam. Ilyen ízes, ilyen biocitromot vettem, mondjuk kicsit kockázatos, mert 3 darab van benne. És nézzétek, hogy biocitrom. Ez olyan, aminek le lehet reszelni a héját, és bele lehet rakni a sütibe. Kár, hogy én nem sütök. Na, és... mert ugye a citromot kezelik, aztán ez nem az igazi. Úgyhogy a citromhéja süti, az nem finom, mert vegyszert tartalmaz, kivéve ha biocitromból csinálod. Ami azért kockázatos, mert 3 darab, aztán ugye ezek nem olyan jól állnak el. Tehát most citromos teja, meg limonádé lesz a program. Hétvégén már, mint ivászat ügyileg. Ja, el kell néznem a hulladékudvarba is. Ott megérdeklődni, hogy mi van, mert állítólag valami kukacsekket kell bemutatni, hogy az ember le tudjon ilyen dolgokat adni. Például, ugye ez is... Aj, ez ilyen dolgokban van valami. Például ez is veszélyes hulladéknak számít, ugye a disperzites södör vele van száradva a festék. Ugye itt van a festésnél. És ez valószínű, nem lehet csak úgy leadni. Ugye kérik a lakcímkártyát, meg a izét, meg a kukacsekket, de nekem nincs kukacsekkem, mivel a társasház fizeti a kukát, én a közös költséget fizetem, úgyhogy ez érdekes történet, majd utána érdeklődök, hogy milyen ezért valami közös képviselői igazolást írkálnak ott, de nem írják le rendesen, hogy az mi meg hogy néz ki. Hát most egy ilyen hülyeség miatt, hogy leadjak egy izét, azért szaladgálni kell állandóan a közös képviselőhöz, azért ez elég érdekes, na mindegy. Majd megoldjuk ezt a történetet. Ma meg ugye a Föld napja van, gyerekug. Lesznek ilyen izék, én a csatornázási művekhöz megyek nyílt napra, megyünk a szennyvíztisztítóba, vagy a valami szivattyú telepre egy kedves cimborával. Úgyhogy ez lesz ma a program, holnap meg a Nagyihoz megyek, és akkor maradék időben pedig itten a Ordnung Machen, a német óra is ma lesz, rendrakás. Na, hát köszönöm, hogy ezt a kis kávévlogot megnéztétek, én most bevonulok vissza, közben fölforrt a teavizem, összerakom, és bevonulok vissza még ébredezni. Sziasztok, csüssz!